Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben, Sakk magazinban. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és közismert nagymesterünk, nemzetközi mesterünk Varga Péter segít a sakkművészet megyei és régiós vonatkozásainak a bemutatásában. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban beszámoltunk arról, hogy megindultak az NB2 küzdelmei, és csapataink hogyan álltak helyt, illetve váratlanul csupán döntetlen eredményt ért el a nyíregyházi sakkiskola. Az előző adásunk óta újabb forduló lebonyolítására nem került sor, ezért hagyományainkhoz híven a magyar sakktörténelem nagyjairól beszélünk, az ő sakművészetüket mutatjuk be. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy nem csupán a jelen sakkélet, a sakkélet jelenlegi jobbjainak, legjobbjainak az alkotásait mutassuk be, hanem tudósítsunk arról, hogy 150-200 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt a magyar sakkozók szintén jelen voltak a világ élvonalában, akárcsak jelenleg is, és hogyan ragyogtatták meg a magyar név nagyszerűségét a sakkvilág egén. A nyári adásainkban beszámoltunk arról, hogy a 19. század közepén kik voltak a legnagyobb magyar sakkozók. Beszéltünk Szén Józsefről, aki az első nagy világversenyen, nevezhetjük akár világbajnokságnak is, a nagyszerű 5. helyet érte el, annak ellenére, hogy milyen egzisztenciális gondok nyomasztották a munkahelye részéről, állása elvesztésével fenyegették, hogyha nem tér vissza a sakkvilágbajnokságról az állásába, illetve beszéltünk még a magyar zenetörténelem egyik legnagyobb alakjáról, Erkel Ferencről, aki korában Szén halála után a legjobb magyar sakkozó volt, és bemutattuk Szén Józsefnek egy-egy nagyszerű partiát is. Szén József sakkművészetéről szeretnénk még egy kicsit beszélni. Szén József ugyanis a 19. század közepén a világranglista első néhány játékosa között volt nyilvántartva. Igen nagy becsben tartotta őt az első sakkvilágbajnok Adolf Andersen is, aki nem mesélt, hanem varázsolt a sakktáblán, és ezt követően is folyamatosan voltak a magyar sakk legjobbjai a világranglista, a virtuális, a képzeletbeli, akkor még nem létező világranglista első helyein. A mai adásunkban Szén Józsefnek egy olyan partiját szeretnénk bemutatni, amelyben az akkori világranglista, nem létező világranglista, képzeletbeli harmadik helyén álló sakkozóval, a német Daniel Harvitzzal mérkőzött meg, aki rettegetést számon tartott ellenfél volt a világ minden sakkozója számára. Péter nagymestert szeretné megkérni, hogy mutassa be ezt a partit nekünk. Köszönöm szépen! Egy nagyon érdekes és jó partit fogunk ismételten látni. Én ezt a megnyitást, amit sötéttel választott ugye a Harvitz, nagyon, még most ma is játsszák, tehát aki nem ismeri világossal, nagyon jó ellenségeket tud feketével nyújtani, viszont már abban az időben is megmutatta Szén nagymester, hogy így fogalmazunk, hogy hogyan a legjobb játszani ezen a nyitás ellen, és úgy gondolom, hogy aki ezt játssza, vagy ezt a nyitást játssza, ez egy nagyon-nagyon jó alapparti lesz, hogy megismerje a megnyitást is. Nézzük akkor a partit, milyen tartalmas gondolatot mutatott be a megnyitásban sötét felépítésére Szén nagymester világossal. Tehát világossal volt ugye Szén József, és Harvitz Dániel volt feketével. Világossal E4-jel kezdett ugye Szén, E5-tel folytatta sötét, huszár F3 következett, huszár C6 ugye. Ez ma is az egyik legnépszerűbb megnyitás. Futó B5-tel folytatta világos, ugye a spanyol megnyitásnak az alapállásában vagyunk. Itt nagyon sok lehetőség van, ugye A6 a legnépszerűbb lépés, huszár G7 is van, G6 is van, tehát D6 is van, ugye, ami abban az időben ugye Steinitz változat, Steinitz találta ki azt a D6-os változatot. Ugye ezt kell tudni, és van a futó C5, amit sötét talált ki, vagyis bocsánat, itt sötét játszotta, ez is egy mellékváltozat. Ugye, amit, hogyha rosszul reagál világos, akkor fehér nagyon szépen kifejlődik a vezérrel F6-ra, a huszárral E7-re, és ott akár még támadást is tud intézni. Ehelyett itt világos intézett nagyon szép támadást, amit mindjárt meglátunk. Azt szeretem volna hozzászúrni,
hogy a Lólépésben sakkmagazin legelső adásában dr. Radics László nyíregyházi sakkozónak egy ilyen kordelvédelemben játszott partiját mutattuk be, ahol egy indiai nemzetközi mesternőt, hát hogy is mondjam, hogy a NANE Egyesület ne nézzen rám csúnyán, nagyon megverte az indiai nemzetközi mestert egy olyan partiban, ahol úgy tűnt, hogy sötét, azaz Radics doktor rövidesen mattót fog kapni, a helyett szikrázó támadással ő késztette megadást a világost. Óriási parti volt, hát még egyszer nem mutatjuk be, vagy esetleg talán mégis bemutatjuk azt a partit. Ebben az állásban azonban szép nagymester jól tudta, hogy hogy kell kezelni a szerkezetet. Ezt a szerkezetet. Hát itt csak féle lehetőség van, ugye igazából Huszár F6-ot is lépnek. Vezér F6 következett, ugye ez megint egy kicsit ilyen mellékváltozat, amire elsáncolt. Világos, ugye biztonságban helyezte a királyát, huszár E7 következett, amire jött D4. És ugye ezt kell látni, most ha megszámoljuk, ugye ezt négy figurával is támadja fekete, C6 huszár, C5 futó, E5 gyalog és az F6 vezér, és fehér csak hárommal védi, ugye a gyalog huszár vezérrel. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy gyalog áldozat, de nem, mert ugye most következett E5-i D4, és erre ugye E5-tel, ugye a vezér támadását elvesszük, és hát itt nagyon nehéz jó lépést találni. Valószínűleg amúgy huszár üti E5 talán az egyik legjobb lépés, ami hatalmas bonyodalmakhoz vezet, de ott talán azt leütöm, és bástya egy után ugye ott létrehozok egy kötést az E-vonalon, és kifejezetten jól fogok állni. Úgyhogy ezért inkább vezér G6-ot választott a fekete, nem merte az újabb feláldozó, tehát a gyalogot feláldozni. Amire ugye C-üti D4 következett, tehát ugye ezt kell látni, ugye ezt a lépést, hogy itt hirtelen ugye a vezér már kettőt lépett, fekete nem sáncolt a királlyal, és ugye most meg van támadva a C-öt futó is. És egyen nyomasztóbb a térelőnye szén nagymesternek. Igen. Futó B6 következett, ez egy jó lépés, amire huszár C3-mal ugye világos folytatta a fejlődést, és vezér H5 jött feketével. Ugye erre huszár E2, ugye még megint lehetne a futóval is fejlődni, ez azért jó lépés, mert azonnal ugye a H5 vezérnek a helyzetére próbál meg fehér rájátszani, ugye huszár F4-gyel kapcsolatban. Ugye D5 következett, ugye megnyitotta egy picit a futó átlót, vagyis nem is, tehát egyértelműen a C8 futónak az átlóját. Huszár F4 következett, amire ugye nem nagyon van más és jobb lépés, mint vezér G4, talán vezér F5-öt lehetett volna még lépni. Erre H3-mal ugye teljesen visszaszorította a vezért, vezér D7. És most megnézzük ugye megint a fekete állását, ugye, A8 bástya, H8 bástya, D7 vezér, ugye, ami a C6 huszár, E8 király, ugye ott kötésben van. Ugye itt megint, hogy nem, tehát itt fehér, ugye C1 futóval nem lépett még ki, de azt most idézőben nem is kell azzal lépni, hanem itt fehér azonnal támadó helyzetbe helyezkedett. Ugye feláldozott egy gyalogot, E6-tal, ez egy szenzációs jó lépés és támadó lépés, ugye nem lehet más lépni, mint ezt gyaloggal ugye elfogadni, F-üti E6 következett, amire huszár E5-tel, ugye ez egy helyfelszabadító áldozat volt, ugye megtámadta a vezért, és a lovat is, ugye huszárra nem lehet leütni természetesen, mert akkor a futó a vezért le tudná ütni, ugye kötésben lévő figurát úgy használjuk ki, hogy megtámadjuk még egyszer. Azt hiszem, ezt a blokádot előidéző gyalogáldozatot Nimzovics is bevenné a könyvébe. Az biztos, és így gyakorlatilag, hát ugye ez az E5 huszár, ez teljesen szétkapja itt a fekete haderőt, vezér D6-ot kellett lépni, amire ugye, és az egésznek a lényeg a vezér H5 sakk volt, ugye ismét megtámadtuk a királyt, nincs jobb lépés, mint G6, egyetlen, és erre huszár E-ről ugye leütötte a G6-ot, ugye a H-gyaloga nem tudom visszaütni, mert akkor a H5 bástyát ütöm, csak huszárral lehetett ütni a G6-ot, huszár üti G6, amire huszár üti G6 következett, ugye megint, ha leütöm
akkor H8 Bástyát, de igazából nem nagyon van jobb lépés, mert ha Bástya G8 jönne, arra pedig vezérüti H7-tel a H7 gyalogot is elviszem, plusz még a G8 Bástyát is nagyon nehéz megvédeni, tehát ott gyakorlatilag az is azonnal nyerne. Kötelező volt leütni a G6 lovat, H-üti G6, vezérüti H8 sakk, király D7, és ugye most, amiről beszéltünk, utolsó könnyű tisztünket is játékba hozzuk, futó G5-öt lépte világos. Ugye most a vezér D8 mat fenyeget, tehát ott a királyt megtámadni, mert a huszár még mindig nem védi azt a mezőt, vagy ugye véd, nem véd, mert kötésben van, ugye. És ugye van egy ilyen mondás, amit érdemes megjegyezni, a kötésben lévő figura nem támad és nem véd. Tehát ugye vezér D8, és a huszár nem tudom, mert a futó ugye sakkban tartaná a királyt akkor. A sakkzsargon ilyenkor mondja, hogy ez nem is kötés, hanem köpés. Hát, igen. Egyedüli lépés volt az E5 gyalogáldozat, de hát itt már ugye kérdés, hogy milyen gyorsan fogja fehér befejezni a partit. Vezér D8 sakk következett, ugye király E6, itt már nem engedi fehér ki. Vezér F6 sakk következett, király D7, vezér F7 sakk, nincs más, mint vezér E7, és ugye vezérrel leütötte az E7 vezért, és még mindig nem üthet a ló, ugye a kötés miatt, tehát mattal fejeződött be a parti. Huszár sem lehet közbehúzni még mindig a kötés hát miatt. Hát igen, 23 lépésben, tehát szenzációs jó parti volt, egy hihetetlen szép támadó lépés, E6 gyalogáldozatta, huszár E5, vezér H5-tel, hát szépen jöttek a tisztek támadni a fekete haderőt. Hát nem erről volt híres Harbic, hogy ilyen partikat, nem ettől rettegtek tőle, hogy ilyen partikat játszott. Hát aki ugye még Murphyt is meg tudta egyszer-kétszer kalapálni, az nem az a típusú játékos, akit így meg tudnak verni, mint iskolás fiút a szimultánon, tehát azért Szén József sem volt igazából kiskóta. Hát, bizony, nagyon erős sakkozó volt. Szén József és Erkel Ferenc halála után rövid ideig nem volt olyan magyar sakkozó, aki a világ szűk élvonalában sakkozott volna. Jelentkezett azonban egy fiatal tehetség, rövidesen a 19. század végén úgy hívták, hogy Makovecz Gyula, aki igen rövid idő alatt bebizonyította, hogy a világ sakkozásának legszűkebb élvonalába tartozik. Tisztelt nézőink, gondoljanak bele, 19. században vagyunk, amikor is Magyarország még nem is modernizálódott, még nem értünk el a dualizmus korához, csak kopogtatott a dualizmus kora, illetve utóbb bekövetkezett, mégis ennek ellenére a magyar sakkozásnak mindig voltak világszínvonalú képviselői, akik ott voltak a világ élvonalában. Én azt hiszem, erre minden magyar büszke lehet. Szóval Makovecz Gyula volt az a fiatalember, aki az 1880-as évek végén feltűnt a sakkvilág egén, és sajnos igen rövid ideig tartó pályafutása során bebizonyította, hogy a világ egyik legjobb sakkozója. Akárcsak más nagy magyar sakkozó, Makovecz is pozíciós hajlamú sakkozó volt, aki akkor még viszonylag ritka manőverező pozíciós játékmódnak volt a nagymestere. A gráci versenyen például Emmanuel Laskert ezzel a játékstílusával bombabiztosan verte meg. Emmanuel Lasker volt az a sakkozó, aki 27 évig volt világbajnok. A 19. század végén 1896-ban szerezte meg a világbajnoki címet, és azt őrizte 1921-ig. Makovecz Gyula sajnos egy idő után abba hagyta a sakkozást, mégpedig azért, mert új magyar tehetségek jelentkeztek, illetőleg meg is betegedett és rövidesen elhunyt, vérmérgezést kapott szegény. Már az 1896-os budapesti nagyvilágversenyen már nem is állt ringbe, jelentkeztek azonban az újabb magyar sakktehetségek. Az egyik ilyen sakktehetség volt egy fiatal ügyvédjelölt, Karusek Rezső, aki egy brilliáns kombinációs stílusú játékos volt, sajnos fiatalon 27 évesen meghalt tüdővészben. Egy másik sakkozó is ekkor kopogtatott a
nagymesterek között. Ő Maróczi Géza volt, aki 80. életévén túl hunyt el, 81 évesen hunyt el, és évtizedekig volt a világ élvonalában. Maróczi nagymester a 19. század végén lett nemzetközi mester, és rövidesen bekerült a világ élbolyába, és ott több mint 10 évig, hát mondhatni a világversenyek legalább felét, amin elindult, megnyerte, de mindig díjas volt, az első néhány sakkozó között volt, akkor is, amikor a világbajnok is részt vett a versenyen. Maróczi nagymester 1895-ben vett részt az első nemzetközi versenyen. Akkor még nem volt olyan sok mester és nemzetközi mester és nagymester a világban. Ahhoz, hogy valaki a sakkmesteri címet viselhesse, egy nemzetközi jellegű, úgynevezett mesterképző versenyen kellett részt venni, és az csak is az tehette zsebre a mesteri címet, aki a mesterképző főtornát megnyerte. Maróczi Gézának ez első ízben sikerült, 25 évesen vett részt az első mesterképző versenyen, 1895-ben Hastingsben, ahol az ismeretlen magyart a korábbi éljátékos, ekkor még élő éljátékos Makovec Gyula ajánlotta be a szervezőknek, és Maróczi bombabiztosan megnyerte a mesterképző versenyt. Annak ellenére, hogy ellenfelei között a jelen és a múlt több nagysága szerepelt, óriási küzdelemben teljesen magabiztosan tette zsebre a mesteri címet, nyerte meg a mesterképző versenyt, és ezzel kivívta magának azt a jogot, hogy már a rákövetkező évben a világ élvonalát felvonultató legnagyobb világversenyeken vehessen részt. Az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy Maróczi nagymester már a rákövetkező évben a világbajnok mögött második helyen végzett egy nagy világversenyen, de hát ez esetlegesen későbbi adásainknak lehet a témája. Hozzá kell még tennem azt is, hogy ekkoriban még nem voltak hivatalosan nagymesterek a sakkvilágban, hanem csupán sakkmesterek voltak. A nagymesteri cím történetét annyiban lehet összefoglalni, hogy 1914-ben Szentpéterváron rendezett az Orosz Sakkszövetség egy nagy világversenyt. A versenynek a védnöksége egy császár, az orosz cár volt, II. Miklós cár, aki a verseny élvonalába kerülő, a versenyen élen végző 6 sakkozót ajándékozta meg orosz cárként, orosz császárként a nagymesteri címmel. Ezzel tulajdonképpen az orosz cár vezette be a sakkvilágban a nagymesteri címet, és ezek után kezdték osztogatni az azt kiérdemlő sakkozóknak a nagymesteri címet. Hát ekkoriban még mivel ugye 6 nagymester volt a világon 1914-ben, sokkal nehezebb volt ezt a címet megszerezni, manapság már ezeren jóban felül van a nagymestereknek a száma. Aki akkor nagymesternek volt tekinthető, az biztos, hogy az első 10-ben benne volt a világon. Térjünk vissza azonban 1895-be, amikor is Maróczi nagymester, a későbbi nagymester bevonult, berobbant a világ élvonalába. Ellenfele egy igen híres angol mester, aki szintén a világ élvonalába tartozott, Bird volt az angol mester, a nagymesterünk ellenfele. Bird nem volt igazából madár, a sakkban a pancserokat szokták madárnak nevezni, nem volt igazán madár, de hát nézzük meg, hogy Maróczi nagymester ellen madár volt-e, avagy erős, híres nemzetközi mester. Tehát sötétten játszott Maróczi Géza, aki hát egy nagyon jó partiban múlta felül, ugye ellenfelét, Bird hát nem nemzetközi mester, tehát ebben a partiban nem azt a zényét mutatta. Ugye E4-je nyitott világos, amire E6-tal folytatta ugye Maróczi. Géza huszár F3-at lépett világos, amire D5 következett, és ugye futó D3-mal folytatta világos. Ez egy furcsa lépés, ugye hát itt le is lehet ütni, meg huszár F6-ot is lehet lépni. Mind a kettő jó lépés, huszár F6-tal folytatta. Ez egy mellékváltozat világossal, de egy szép, szinte egy főváltozatba fog átmenni huszár F6 után. Huszár F6 következett, amire E5, tehát világos megtolta a gyalogot, huszár D7-tel fekete visszavonult,
C3 következett, C5, ugye, futó C2, és huszár C6-tal, ugye megtámadtuk az előgyalogot, D4-gyel világos megszállta a centrumot, megvédte az előgyalogját, és futó E7-tel folytatta sötét. H3, na ez egy felesleges lépés, tehát ez igazából nem illik bele. Itt el kellett volna sáncolni rövidre, vagy ugye esetleg futó E3-mal fejlődni. Tehát itt ez lett volna a leglogikusabb. H3 egy olyan lépés, amit persze nem veszít, de idézőjelben egy picit felesleges lépés. Tehát H3. Valószínűsíthető, hogy Bird zavarba akarta hozni a fiatal tapasztalatlan ellenfelét egy ilyen szokatlan lépéssel? Hát nem tudom, hogy mi volt a célja, lehetséges, de igazából az más lépésekkel is lehet, de ami idézőjelben nem egy haszontalan lépés, hanem olyan, aminek esetleg értelme van, olyanokkal is lehet esetleg zavarba hozni. Én úgy gondolom, hogy nem tudom igazából, hogy mi volt az értelme, tehát ez utána még fog H4-et is lépni, tehát ez egy tempóvesztés, én inkább ennek titulálnám ezt a lépést. H3 jött, amire fekete ugye a hatot lépett, ez a terve, hogy B5-tel a vezérszárnyon megindul. Ugye rendszerint fehér a királyszárnyon szokott támadni, fekete pedig a vezérszárnyon szokott megindulni. Futó E3 következett, ugye fejlődő lépés B5, ugye B3, ugye ez egy kicsit védő lépés, hát valószínűleg huszár D2-vel kellett volna folytatni a fejlődést fehérrel, és huszár F1 G3-mal átirányítani azt a B1 huszárt ugye a királyszányra G3 felé, vagy akár huszár H2 és G4 felé is lehetett volna indulni. Ez én úgy gondolom, hogy egy felesleges lépés a B3, ugye fekete akar ezen az oldalon a vezérszárnyon játszani, és fehér lép itt egy, hát most azt mondom, hogy egy védőlépés, vagy egy biztonsági lépés, de még ha jó lenne, én úgy gondolom, hogy akkor sem logikus lépés ez a B3 lépés. Futó B7 következett, huszár BD2-vel ugye fejlődött. Fehér C-üti D4 következett, visszaütött C-gyaloggal, elsáncolt fekete, amire H4-et lépte fehér. Ugye itt jött az, hogy most huszár G5, vezér H5, és hirtelen ugye óriási fehér, támadása van fehérnek. Támadást szeretne indítani a fekete király ellen, mert ugye ott most nincsenek tisztek. De egy nagyon jó tervet talált ki fekete, F6, ez egy nagyon típus lépés ugye a francia védelemben, megnyitjuk az F-vonalat, centrumot támadunk ezzel a lépéssel, tehát ez nagyon logikus, nagyon jó lépés. Fehér vezér és a huszár G5-öt is kivédjük ezzel. Vezér B1-et lépte fehér. És ugye ott hagyjuk, nem gyengítjük, aki üsse le a fehér, viszont fekete az E5 gyalogot, ugye a centrumot tünteti. Futőti H7 következett, király H8, és ugye huszár G5-tel érkezett a ló, most huszár üti E6 fenyeget, ugye ez bástya F6-tal kivédte fekete, amire vezér D1 jött, ugye vezér H5-tel szeretne jönni, vezér E8-al ezt kivédte, és következett H5. Ugye most futó G6 lenne majd a terve fehérnek, amire elüti D4. Ugye azonnal, ugye azt szokták mondani, és nem csak mondani, hanem ez egy alapelv is a saktáblán, hogyha nekem támadnak a királyszárnyon vagy a vezérszárnyon, ugye az ellen oldalon kell ugye támadást találni, de a legjobb ellentámadás, ha a centrumot tudom szétszedni, és a centrumban tudok erős ellenjátékot szerezni. Futó G6-tal ugye fehér megtámadta a vezért, mire vezér F8 következett, és most nagyon érdekes, ugye huszár H7-tel fekete belement itt a fehér támadásába, de megérkezett feketének egy fantasztikus vezéráldozat, D üti E3 következett, amire huszár üti F8 következett, E üti D2, ugye ha ezt vezérrel ütné, akkor futó B4-gel lenyernék a vezért, és ugye kötkötést hoznának létre, úgyhogy ez a király F1-gel kiment, kibújt fehér király ebből a sakkból, király F1, bástya arról leütötte az F8-at, és ugye három könnyű tisztet kapott fekete,
és gyakorlatilag teljesen nyert állást. Tehát annyira aktívak lettek ezek a fekete tisztek, hogy ezt nem tudta kivédeni. Fehér F3-mal ugye kivédte az F2 gyalogot, huszár D-ről E5-re azonnal foglalta a centrumot el, vezérüti D2-re pedig ugye, hát nem a G6 futót, hanem az F3 gyalogot leütötte, és ugye eltüntette a védő gyalogokat a fehér király elől. G üti F3, bástya üti F3, sakk, ugye király G2, és futó B4-jel. Igazából nincs jó helye ennek a fehér vezérnek. Fantasztikus, de egyszer nem tudok olyan jó helyre menni. Vezér C1-et lépte, amire bástya F2 sakk következett, király G1-re, pedig egy újabb figura, a huszár jött támadásba, huszár D4, és most ha megnézzük, ugye ezek a fekete tisztek mennyire, ugye huszár E2 mat fenyeget, vezérnyerés is, hogyha a bástyával lépné, futó D3-mal ezt kivédte, fehér, erre pedig futó D2-vel ugye megtámadtuk a vezért, és vezér C5-re, pedig futó E3 után itt kapitulált. Világos, egész egyszerűen nem tudja, hogy védeni a különböző fenyegetéseket. És milyen szomorú, hogy világosnak mindkét bástyája alaphelyzetben van. Igen, most megint olyan egy H1-en vannak a fehér bástyák, tehát egyáltalán nem jöttek játékba. Azt hiszem, hogy Maróczi bizonyította, hogy bár ő pozíciós stílusú sakkozó volt, de a kombinációs játékban is meglehetősen otthon volt. Igen. Tisztelt nézőink, ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük figyelmüket, remélem jól szórakoztak, viszontlátásra! Viszontlátásra!